Egy régen látott mosoly. Demszky Gábor 6,5 éve vonult vissza a politikától, amikor 20 év főpolgármesterség után nem indult újra a választásokon. Egy hónappal ezelőtt kezdték újra emlegetni a nevét, amikor a kormány bejelentette, hogy az OLAF, vagyis az Európai Unió csalás elleni hivatalának vizsgálata csalást és korrupciót tárt fel a 4-es metró építésével kapcsolatban. Azt mondták, 167 milliárd forintos kár keletkezett. A volt főpolgármestert a felelősök között nevezte meg Lázár János miniszter. Ön szerint ebben a felelősségi rangsorban például hol állhat Demszky Gábor, illetve korábbi helyettesei Horváth Csaba, Atkári János, vagy éppen első, második és harmadik helyen. Lázár János pedig azért felel, hogy hülyeségeket beszél. Tehát röviden, mindez megalapozatlan vádaskodás. Politikusként azt mondja, ami a főnökének a tetszik szájaíze szerint való. A volt főpolgármester hétfőn este a Budai Liberális Klubban tartott előadásán többször elmondta, ha történt is szabálytalanság, az nem az ő felelőssége. A BKV által kötött szerződésekért, a BKV által lebonyolított közbeszerzésekért a BKV vezérigazgatója felel. A volt városvezető érvelését Magyar György ügyvéd egészítette ki. Az, hogy valaki protokollárisan vezet egy várost, abból nem következik, hogy jogalanyjá válik, és felelőssége keletkezik belőle. Nem lehet a jogi felelősséggel dobálózni. Az ő relációjában ez nem áll fel. Ezért a főpolgármesternek kicsit nagyobb a hatás, mint egy protokolláris vezető. Nem így van, mert én elmondta, ő a miniszterelnököt hozta példának, de én azt mondom, hogy mindig az aktuális államfőfők felelni személyesen akkor, ha Magyarországot ne adj Isten bármiért elmarasztalják. Demszky azt mondta, az OLAF jelentése az állami számvevőszék vizsgálatán alapul, amit szerinte Orbán Viktor megrendelésére készült. Nem tartja attól, hogy eljárás indulna szemben? Nem. Kizártnak tartom. A volt főpolgármester felajánlotta, segít a kormánynak egyeztetni az Európai Bizottsággal a várható büntetésről. Tuzson Bence államtitkár ezt visszautasította. Hát a rendőrség meg a különböző hatóságok biztos, hogy számítanak a segítségére, neki el kell mondani, amit tud ebben az ügyben, és nyilván sok mindent tud róla. A volt főpolgármestert utódja Tarús István is bírálta. Közleményében azt írta, Demszky Gábor össze-vissza beszél. Az OLAF jelentését szerdán a Parlament Gazdasági Bizottsága is tárgyalja. A meghívottak között van a volt főpolgármester mellett Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök is. Ha valakinek nincs takargatni valója, akkor ön érdekéből is már részt vesz egy ilyen meghallgatáson, részt vesz egy ilyen bizottsági ülésen, és tisztázza azt, hogy mi volt az ő szerepe, mit tett és mit nem tett az adott ügyel kapcsolatban. Demszky Gábor hétfőn azt mondta, ő biztosan nem megy el a meghallgatásra.